Ahogy az imént láthatták, augusztus 20-a államalapító Szent István királyunk ünnepe, melynek alkalmából ünnepi programokat, összejöveteleket tartottak egyesületeink a Drávaszöktől a tenger mellékig. A HMDK központi rendezvényére idén Pélmonostoron került sor, ahol a Szent Márton katolikus templom adott helyet az ünnepi misének, majd a helyi magyarok otthonában folytatódott a program. Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnep, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja. Nemzeti ünnepünket mi, horvátországi magyarok is minden évben megtartjuk. A HMDK augusztus 20-ai központi rendezvényére Pélmonostoron került sor. A program a kisváros Szent Márton nevét viselő katolikus templomában kezdődött, ahol Almási Róbert plébános celebrálta az ünnepi misét. Keresztény magyarság legnagyobb szentjét, Szent István királyt ünnepeljük a mai napon. Augusztus 20-a úgy Magyarországon, mint a határon túlon is különféle rendezvényekkel megemlékezünk. És mivel a Szent Királyról van szó, ezért a vallási hitbeli eseményeket nem hagyhatjuk az eseményen kívül. Úgyhogy ilyen alkalmakkor ugye a hívő nép, a magyarok istentiszteletekre, Szent Misére gyűlnek össze. Szent István király ünnepe azt üzeni mindannyiunk számára, hogy azt a szent valóságot ne veszítsük el életünkből. Ugye őt is szenté avatták, de nem azért, hogy valamilyen különféle politikai okok miatt, hanem azért, mert szent életet él. A magyar hívő embernek először ez kell, hogy előtte álljon, hogy a szent életre kell törekednie, Szent István király példáját követve. A másik jellegzetessége a mai ünnepnek az, hogy az új kenyérrel kapcsoljuk össze. A kenyér az egységet alkot, ugyanúgy, ahogy Szent István király is a magyarságot egyesíteni akarta. Az, akikkel megosztjuk kenyerünket, azokat merjük vállalni, azok iránt van tiszteletünk, szeretetünk, és ezáltal közösségét tudunk formálódni. Adja Isten, hogy minél több ilyen eseményünk legyen, és minél több pártfogunk és példaképünk, aki előtt megállhatunk, életét végig szemlélhetjük, és akkor követhetjük életében, tanításában és munkájában is. Az ünnepi Szent Misén a drávaszögi és szlavóniai magyarokon kívül részt vett többek között Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, Gyöngyös Zsófia, a Zágrábi Magyar Nagykövetség ideglenes ügyvivője, Gárdos Béla eszéki magyar konzul és Mátijevics Olivira HMDK ügyvezető elnöke is. A szertartás végén Bábli Mária, a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet elnökasszonya és Jankovics Róbert parlamenti képviselő, a HMDK elnöke szelték meg a megszentelt új kenyeret. A mise után a pélmonostori HMDK Egyesület székházában gyűltek össze az ünneplők. A szabadtéri kultúrműsor előtt Pirityiné Szabó Judit a hagyományok és az értékek megőrzéséről beszélt, méltatta a HMDK munkáját, amely mára a Kárpát-medence egyik legsikeresebb szervezetévé nőtte ki magát. Jankovics Róbert ünnepi beszédében elmondta, a HMDK és a horvátországi magyarság mindent megtesz azért, hogy folytassa azt a nemzetépítő munkát, amelyet Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt megkezdett. A Szent István napi megemlékezés a HMDK egyik legfontosabb programja minden évben, így az idén is rendkívül lelkiismeretesen készültünk a Pélmonostori központi megemlékezésre. Itt még talán fontos kimondani azt is, hogy több mint 10 horvátországi településen a hétvégén Szent Istvánra emlékezünk, illetve a Szent István örökségét ünnepeljük. Ami Szent Istvánt illeti, talán a mai horvátországi magyar helyzetbe helyezve fontosnak tartom megmondani, hogy azok a vívmányok, azok az alapüzenetek, amelyeket 1000 évvel ezelőtt Szent Istváni üzenetként ismerünk ma is, azok rendkívül aktuálisak ma is a horvátországi magyarságra, hiszen az egész közösség, itt beleértem a HMDK-t is, mindent megteszünk ahhoz, hogy Szent István nemzetépítő munkáját folytassuk, tehát hogy ez a közösség gyarapodjon, hogy ez a közösség megtartsa hitét, megtartsa nyelvét,
hogy minél több horvátországi magyar iskolába iratkozzon, minél több horvátországi magyar ismeri a nyelvét, a magyar népi táncot, hogy minél több horvátországi magyarnak alkalommal legyen jó életet élni itt, a mai Horvátország területén magyarként. Nagyon fontos, hogy ezt tovább tudjuk adni a gyermekeinknek, nagyon fontos, hogy megvívjuk azokat a csatákat minden egyes nap, hogy a gyermekeink, unokáink is magyarul beszéljenek, hogy magyarul szóljanak hozzánk, és ez volt talán a mai felszólalásom fő üzenete is, hogy ezt az egyszerűnek tűnő mindennapi csatát nyerjük meg együtt, hogy gyermekeinkhez magyarul szóljunk, unokáinkhoz magyarul szóljanak, és azok magyarul szóljanak vissza, és hogy így tulajdonképpen méltók legyünk ahhoz a nagyszerű ezer éves örökséghez, amit Szent István hagyott ránk. Együtt dobban a szív, s benne dobban a szó, magyarnak lenni, igen is jó. A szabadtéri kultúrműsorban a Pélmonostori HMDK alapszervezet gyermektáncsoportja, az Alfalusi Vegyeskar és a Sebsei Népdalkör tagjai szerepeltek. A nemzeti ünnepeknek megtartó erejük van, különösen az anyaország határain túl élők körében, mert erősítik az emberekben a magyarság tudatot és a nemzeti összetartozás fontosságát.